a részben Céher Györggyel beszélgetünk. A beszélgetés apropója az, hogy Dél-Afrikában volt egy elhíresült projekt, amikor a kangalokat kezdték el használni, vagy a kangal kutyafajtát használták föl, amiket Törökországból importáltak, gepárd probléma úgymond megoldására. Céher György abban a szerencsés helyzetben volt, hogy ott volt, amikor ez történt, és meg tudja velünk osztani a tapasztalatait. György, jól foglaltam össze, hogy mi volt ennek a programnak a lényege, vagy valami teljesen más dologról volt szó? Hát a program lényege ennél sokkal bővebb, mert hogy az amerikai genetikai kutatások homlokterében volt egyáltalán a gepárd. Most már a mai időkben Iránban él egy 20-30 ezeres kis populációja. Az indiai gepárd az tudomásunk szerint kihalt, illetve Afrikában a 100 éve még közel 100 ezer egyed élt, most már 6800 egyedre tagsálják az élő gepárdok létszámát. És az utóbbi 100 év vadászata meg terület elpusztítása során ugye 100 ezerről 6800 egyedre csökkent a gepárdok száma. Ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag a vadon élő gepárdoknak az alléjei, a kromoszóma készlete, a genetikai állománya, a genomikája, az nagyjából 1%-ban tér el. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egymás ikreinek foghatóak föl a vadon élő gepárdok. Tehát ez egy nagyon, nagyon furcsa helyzet, és ezt az 1980-as évektől kutatták, vagy kutatják genetikai laborokban, egyetemi kutatócsoportokban. Az utóbbi évek átalakuló Afrikájában, amikor már a vadászat sem tulajdonképpen nem a vadon szabadon élő egyedekre történik Afrikában, hanem egyfajta egy konzerv vadászat zajlik, tehát hogy nagy területű rendcseken tenyésztenek vadfajokat, és utána azon a bekerített gémrezerv területeken bérlövetik ki őket. Ebben a új vadgazdálkodási millióban beleütköztek egy másik problémába, amiről te beszéltél. Márpedig az az, hogy a gazdálkodó jó és kecske tart, akár damara, akár más népcsoportok, akár nagy gazdák a gepárdos területeken a gepárdozását el kellett volna, hogy viseljék, de nem ezt tették, hanem hogyha egy gepárd megölt egy állatot, akkor ők elülték a gepárdot. És az olyan mértékű, mondjuk így már csökkenést eredményezett, hogy valamit tenni kellett. És ekkor ugye ez az amerikai kutató hölgy, a Laurie Marker, Namíbiában a török kormánnyal karöltve létrehozott egy ilyen vegyes programot, anatóliai juhászokat és kangalokat használt, tehát mind Amerikából, mind Törökországból egy kutyatenyészetet létrehozott, mellette juhokat, kecskéket is tenyésztenek az Ocsi Varangó környékén, a Kukuejónál levő ilyen Cheetah Conservation Farm területén. Ebben a ismeretterjesztéses, kutatásos, természetvédelmi, menedzsmentes munkában ebben egy szűk szegmens, a nem teljesen jól sikerült, de azért valamennyire mégiscsak működő Livestock Guardian program jelesül, hogy kangalok és anatóliai juhászokkal próbálják védeni a nyájakat. Miért mondom azt, hogy nem teljesen jól sikerült? Azért, mert ugye a gepárd a leggyorsabb szárazföldi emlősragadozó, és olyan gyorsan sikerül elejteni a kecskét, vagy a juhot, vagy azt a házi állatot, amire ráront, hogy igazán a kutyák már sokszor csak a tetemről tudják elzavarni. Ami ugye egy kétélű dolog, mert a jószág elesik,
hogy ettet az elpusztul, annyira megsebződik, hogy lehet, hogy kényszervágni kell, és a gepárd is éjjel sem marad, tehát egy másik zsákmányt kell elejtsen. Viszont mégiscsak beváltva amennyire a program, mert ezek a gepárdok is nyilván ugyanúgy, mint a többi ragadozó, az idejük nagy részében tanulmányozzák a környezetüket, figyelnek, okulnak ezekből az eseményekből, és ezek a viszonylag mély hangú, öblös hanggal ugató kutyák, ezek néhány ilyen találkozás után már elriasztják, megelőzik a zsákmány szerzést, mert tudja a gepárd, hogy úgyis éhen marad. Tehát amikor olyan nyájak mellé kerül, ahol a kangalok vagy anatóliak vannak kihelyezve, azokon a területeken már inkább kerüli a jószágfejtést. És azt mondják, hogy a 80-100%-ban sikerül így megakadályozni a gepárdok ragadozását, ami a gepárdvédelemnek egy fontos lánceme, hisz akkor, ha nem öli meg a jószágot, akkor a gepárdot nem ölik meg a gazdák, illetve azoknak az emberei. Értem. És még egy dologban nem volt teljesen sikeres maga a program, tehát azért mondtam, hogy nem teljesen sikeres, mert hogy az volt az eredeti elképzelés, hogy a anatóliai szélsőséges körülményeket bíró pásztorkutya állományok, tehát a kangalók, azok majd jól fogják bírni Namibiát is, és ott is jól helytállnak. Ez majdnem teljesen igaz. Egyébként körülbelül 15 000 forint értékű pénzért helyezik gazdákhoz a kangal kölyköket. Igazániból nem anyagi oka van annak, hogy a helyi benszülöttek a egy országaik mellett, inkább a helyi kutyáknak és a kangalnak a mixét használják. Egyszerűen arról van szó, hogy azok még a kangaloknál is kisebb tápanyagigényűek, jobban bírják azt a szélsőségesen száraz, sivatagi környezetet. Tehát, hogy ott lehetne azt mondani, hogy ilyen kang keverékek, vagy anatóliai juhász keverékek azok, amik ezzel a nemzetközi programmal párhuzamosan egyre inkább tért hódítanak, de ezt ott a betöltektől hallottam. Tehát igazániból ezen ezen a központon nagyon sok önként van, és amikor én oda kerültem, az csak egy dél-afrikai, namibiai, botswanai, zambiai, zimbabwei túrát sikerült vezetni. Én nem részt vettem ebben a programban, nem voltam ott az elejétől, hiszen ez több mint 25 éve zajlik, hanem csak így egy rövid betekintést nyerhettem. És ebben a betekintésben három dolog rendkívül izgalmasnak látszott. Az egyik az, hogy Namíbia, Botswana az most választ új utat, hogy a vadászatból szedjen össze minél több pénzbevételt, vagy pedig a vadállatokat a turizmus számára bemutató mondjuk ilyen módszerekből. A 2016-ban még itt ezen a központon is lehetett simogatni gepárdokat, de ezt egy több helyen Namíbiába betiltják. Nem akarják, hogy a gepárdokat, azokat ilyen házi kedvencnek tekintsék az emberek és a turisták, ezt a képet vigyék magukkal, már csak azért sem, mert a gepárd kölyköknek az egyik legnagyobb tragédiája, hogyha elárul egy gepárd család, hogy nagyon nehéz megtanítani őket ölni. Hát ugye maga a gepárd vadászati mód is ugye jelentősen eltér a többi macskafélétől. Ilyen gyors hajszára megtanítani egy gepárdot, egy gepárd kölyköt, mivel lehet, mert az ember nem tudja megmutatni neki, ez lassúak vagyunk. Agarakra még nem próbálta senki egyébként, tehát hogy így de nincs rá igazándiból jelenleg módszertan, lehet esetleg szelíd vadászgepárdokkal tanítani őket, de ilyen projekt meg még nincsen. A másik dolog, hogy ugye ezen a módon az ölni képtelen, de már felnőtt gepárdok, még a ridek is, tulajdonképpen egész életüket bezárva kénytelenek eltölteni, és mint ilyen állatkerti, vagy ilyen
ilyen rescue telepi, ilyen mentőtelepi egyedek népszerűsítő nagykövetei a fajuknak, és vagy pedig a genetikai kutatásoknak a vérmintáit szolgáltatják, vagy tehát próbálja ez a kutatócsoport, ez a Cheetah Conservation Fund, ez minél nagyobb nemzetközi önkéntes csapattal minél szélesebb körben ismerté tenni ezt a problémát. Ha már kutyás csatornán beszélgetünk mindenről, mit mondtak neked a helyiek, vagy mit mondtak a kutatók, akikkel találkoztál, ugye nem a vezető kutatókkal találkoztál, hogy álltak helyt a kutyák, tehát falkákban tartották őket, falkában kellett működniük, hasonló módon, mint a farkasok ellen, ha bár itt egy nagy macskáról van szó, ezzel kapcsolatban elhangzott valamiféle információ? Hát persze, persze. Namíbiában összetett a helyzet. Igazándiból kevesen tudják, de Afrika számos részéről a nagy ragadozók azok úgy majdnem teljesen eltűnnek. Tehát, hogy így külön programban próbálják a leopárdokat hagyni, visszaszaporodni. Tehát tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy hány ember akar elmenni Afrikába azért, hogy zebrát lásson, vagy kafferbivajt, vagy leopárdot, vagy oroszlánt. Csak az Itosa Nemzeti Parkba évente 1-2 millió ember elmegy. 2012-től 2017-ig olyan asszályos időjárás volt Namíbiában, hogy a Damara pásztort népnek a jószágállományának a 97%-a meghalt. Tehát egyszerűen szomjan éhen haltak. És az egész népnek a kulturális cserélődésének végbe kellett mennie, mert már a jószágok nem tudták őket eltartani, tehát valami más megélhetésnek kellett utána néznie. És ezért is fontos, hogy a nagyobb, sokkal fontosabb, sokkal körülményesebb, sokkal nagyobb problémát jelent egy nagy ragadozó jelenléte ilyen közegben, mert élet-halál kérdés. Tehát nem csak kényelmi, hanem élet-halál kérdés. És ezért óriási jelentősége ez a munka, amit a török kormány és a namib kormány kooperációban végez, hogy olyan az afrikai kutyák helyett olyan több évszázada nagy ragadozós közegben eredményesen működő kutyákkal, kangalokkal próbált operálni, amik nagyon régóta jól beválnak, és a fizikumuk az kivételesen jó. Kivételesen gyorsak, de hát a gepárdhoz képest nem gyors egy kangal, egy magyar kuvaszhoz képest rettentő gyors, de egy magyar komondorhoz képest nagyon gyors, nagyon szívós, nagyon kitartó. Tehát most hiába fut egy terepen, egy terepjáró után egy órán keresztül egy kanggal 40-nel vagy 45-tel, hogyha gepárd 3 másodperc a 100-al felgyorsul, és mit tudom én, tud 112 km/órás sebessége is szaladni. Tehát egyszerűen így a klasszis különbség van a kettő között. És ez adta azt, hogy az ötlet és a megvalósulás nem került teljesen összhangba. Tehát, hogy azt mondták a helyiek, meg ezek az önkéntes kutatók, egy holland lánnyal beszéltem, meg egy afrikaival, azt mondták, hogy nagyon jól zajlik a tenyészprogram, nagyon sikeresen fogadják a kölyköket, a kangal kölyköket, több kölyköt is egy nagy nyáj mellé elhelyeznek. Tehát nem is anyagi problémák jelentik itt az akadályt, hanem egyszerűen ezt úgy kell megtanulni, ugye nálunk is ez a baj, hogy a kommunizmus alatt kikopott a tudástára a pásztorkutyák helyes alkalmazásának Törökországban, nem volt kommunizmus, és ezért ott a jogfolytonosan megmaradt a pásztorkutya használat, nem számított kulák dolognak, vagy nem számított luxus dolognak a vadászkutyák használata, és ezért a kutyázási kultúra az így folytonosságában megmaradt, és ezért a török kutyák azok nem lettek más tenyész célra átformálva, nem csináltak belőlük feltétlenül őrkutyákat. Ott is vannak torzulások,
a modern piac miatt, de a pásztor közegből származó kutyák azok nagyon jól beválnak, de mondom, így három kutyát szoktak általában használni, vagy többet, és azt nem szabad elfelejteni, hogy ahol gepárd van, ott azért más ragadozó is lehet, tehát hogy meg majmok, meg, tehát hogy ez egy összetettebb közeg a páviánokkal, meg a medvepáviánokkal, meg az egyéb ragadozókkal, de maga a kutya jelenléte az alkalmas arra, még a kis helyi, mondjuk ilyen törzsi kutyák is alkalmasak arra, hogy mondjuk egy gyereket iskába kísérjenek oroszlánok között, vagy más vadállat között. Tehát, hogy a kutya, mint olyan, a kisebb mérete ellenére is nagyon hatékonyan elriasztja a ragadozókat. Miért? Mert minden sérülés abban a klímában, ahol még egy üldözést is kétszer meg kell gondolni, mert annyira a gutaütés határára kerül a túlhevülés miatt az állat. Minden sérülés tulajdonképpen túl drágává teszi a vadászatot, a zsákmányolást. És ebben a próbálkozásban egyre jobban beletanulnak a gazdák is, a jószágra vigyázó mondjuk pásztorok, most hívjuk őket pásztoroknak, és ezek a kutyák is. Ez egy más közeg számukra, de nagyon, nagyon izgalmas, ahogy teljesítenek, de nem volt annyira mondjuk ilyen egyenes út a győzelem felé, mint ahogy ezt így gondolták volna, hogy ez majd. Általában az emberek úgy gondolkodnak, főleg a kutyás világban, hogy mindenki ilyen titkos fegyvereket keres, a legerősebbet, a legnagyobbat, a legjobbat, a kutyák királyát, mondanak olyan hülyeségeket, ami egyszerűen a természetes közegben nem tudja megállni a helyét. És a kutyától óriási elvárások vannak, a gazdáik felé meg nem annyira. De itt, ahol ugyanabban a közegben élnek a vadállatok is, meg a háziállatok is, meg a rájuk vigyázó kutyák is, meg emberek is, itt apránként ez beindul. Nem tudom, ez így válasz volt a kérdésete, vagy valami kimaradt. Igen, köszönöm szépen. Én még azt szerettem volna megkérdezni, hogy ez a program még tart, vagy már teljes egészében átalakult olyan formában, amit te mondtál, hogy nem, ilyen... ez a nagyon jó kérdés, és talán ez a legfontosabb az egészben, hogy ugye attól, hogy az amerikaiak rájöttek, hogy a pumának a legközelebbi rokona tulajdonképpen a gepárd, és a jaguárhundinak, tehát amerikai gepárdok is voltak, csak a jégkorszak az kihaltak, ami az lett egy ilyen patriotizmus, egy lokálpatriotizmus az afrikai gepárd kutatásban is. Tehát egy kicsit úgy kezelik, mint a távoli unoka testvért ezt a fajt. És valóban a világ egyik legveszélyeztetettebb faja. Tehát, hogy a genetikailag egy nagyobb környezeti változás, egy ennyire egyforma genetikai állományú, tehát azt mondják, hogy 1%-ban tér el genomikailag az összes gepár egyed egymástól. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon hasonló. Az azt jelenti, hogy nagyon nagy segítség kell ahhoz, hogy az állomány stabil legyen. Nagyon meg kell akadályozni, hogy az orvadászok vagy a vadászok túlvadásszák. Tehát ez a, de én maga, a kutyás részére gondoltam, Gyuri, hogy ez... Ebben segítség a kutyás része, tehát az orvadászokat is észreveszik ám a kutyák. Tehát az a jó, hogy ugye itt van egy olyan kettős hasznúság, hogy egy felügyelt jószágállomány, ha olyan kutyával van felügyelve, ami az emberrel szembe is megállja a helyét, nem kis fingacskú kutyákról van szó, hanem azért egy kangol az elég komoly fizikummal rendelkezik, és falkában már elég riasztó hatású, akkor az elriasztó hatású. Tehát én voltam az Okavango deltában, ahol kínai orvadászok fölgyújtják az egész deltának a papírus mocsarát, és akkor ott óriási láng,
én magam is fotóztam óriási ilyen láng függő, ilyen futótűz terjed, és a madarak itt menekülnek, meg mit tudom, és ezt a zűrzavart felhasználva levadásznak olyan állatokat, amit aztán Kínába jutatnak ki. Tehát egy olyan elképzelhetetlen háború zajlik az orvadászok és a természetvédelem és a mondjuk ilyen a kutatás és a turisztikai gazdálkodás mesdjéjén, amiről így nagyon keveset tudunk Magyarországon, és ebben a kangalók nagyon fontos szerepet vállalnak, meg az anatóliai juhászok is. Tehát akkor ezek alapján tekinthetjük úgy, hogy inkább sikeresnek minősíthető ez a kísérlet, és mind a mai napig folyik. Igen, csak nem olyan formában vált be, tehát nem úgy, hogy teljesen meg tudja akadályozni a predációt, hanem megelőzni tudja úgy, hogy néhány sikeres zsákmányolás után a zsákmányt visszaszerzi a gepártól, és akkor a gepárt rájön, hogy fölösleges olyan helyen próbálkozni, ahol kutya van. De gyorsabb, mint a kutya, tehát csak nem tudja megtartani a zsákmányt. És ezen a módon, hogyha ez a vadászati kultúráját megváltoztatja a gepárdnak, tehát inkább más préda után képes nézni, tehát a hajlandó meg tudja tanulni, hogy ahol kangal van, ott ne vadászon, akkor eredményesnek tekinthető, ha nem, akkor tulajdonképpen árt is, mert ilyen hol a gepárd, ugye kimerül a fitnesses sérülés, így tovább. Tehát, hogy ez még nem egy lefutott dolog, és igen, ahogy kérdezted, ez tart még jó hosszú ideig, annyira, hogy 2017-ben még tovább erősített, amikor ott voltam, akkor tovább erősítette a török kormánnyal az együttműködést a Lauri Márker, meg a kutatócsapata. És hát az a helyzet, hogy azóta mondom Szomáliára és Indiára is kiterjedt. Úgyhogy szerintem még hosszú évekig, évtizedekig hallani fogunk erről, és ha én tehetem, akkor kimegyek még egyszer, és kicsit alaposabban részt veszek ebben a munkában, mert rendkívül izgalmas. Maguk a kangalok egyébként úgy kell elképzelni, mint egy állatkerti tenyésztelepet, hogy van néhány kifutó berendezve körülöttük kecske, meg jó kifutókkal, hogy közvetlen közelségben legyenek a házi állatokkal, és akkor ilyen tenyészpárak kenelekben vannak tenyésztve, foglalkoznak velük, és a kölyköket helyezik ki, tehát a növendék kölyköket helyezik ki, hát nem azt mondom, hogy meg kell pályázni, de jelentkezni kell rá, és akkor fillérekért tulajdonképpen, tehát 15 ezer forint az nem egy összeg egy namib polgárnak. A kangalok jelenléte, mint kutyák jelenléte a természetvédelemben, az nem egyedülálló jelenség. Hál' Istennek egyre több esetben egyre több fajtát, vagy egyre több egyedet használnak a természetvédelemben. Mocsari teknős fészkeket keresnek, meg a tojásokat is kiássák, mesterségesen kikeltetik, és visszajelzik a természetbe Magyarországon is. Mérgezett sasokat keresnek kutyával, és ezeket a tetemeket aztán a nyomozó munkába föl tudják használni. Rengeteg sast, keselyűt, egyéb ragadozó madarat írtanak ki Magyarországon mérgezéssel, lövéssel, egyebekkel, és ezeket a áramütéssel elpusztult egyedeket is a természetvédelem keresi, a természetvédelmi kutyával keresik. Rengeteg olyan eset van, amikor egy nagy populációt felügyelnek, például a pingvineket védik a déli sarkon, és így tovább. Tehát, hogy egy csomó olyan akció van, amiben kutyák vesznek részt. A kangal felhasználása az egyszerűen azért történt meg, mert egy olyan kutyafajtát találtak a kangal személyében, amire azt gondolták, hogy az amúgy nagyon szélsőséges namib időjárást is bírja, hiszen Anatóliában is vannak óriási hőségek, és vannak nagyon nagy hidegek, tehát hogy alkalmas lesz, mérges kigyós területen is él. Tehát, hogy sok minden hasonlóság arra utalt, hogy be fog válni. És hát nagy részben is vált. Értem. Még egyszer köszönöm, Gyuri, hogy elmondtad ezeket. Nagyon érdekes beszélgetés volt.